Verdi, negyedik rész. A főszerepben Ronald Picard, Varga Gábor és Carla Fracci, Piccoli Gerda. Írta Renato Castellani. Fényképezte Giuseppe Ruzzolini. Verdi tehát elment Londonba, és a visszaúton ismét megállt Párizsban. Aztán ott is maradt. Giuseppina és Verdi most először éltek egy fedél alatt az asszony lakásában. Ismét egy levél bizonyítja ezt a fontos változást, amelyet Verdi levelezőjének szerepében Giuseppina írt franciául. Egy olyan nyelven, amelyet Verdi a francia órák ellenére nem nagyon beszélt. Most írom a levelet az operának. Verdi elvállalta, hogy új változatot készít a lombárdokból a francia opera számára. Szinte bizonyos, hogy erre Giuseppina beszélte rá, hiszen így Verdi tovább maradt vele Párizsban. Mi legyen a párizsi címed? Ez itt. Rue de la Victoire 13B, az enyém? A tiéd. És az enyém. Giuseppina és Verdi számára Párizs ekkora szabadságot jelentette. Elvegyülhettek a nagyvárosban, Verdi így ír egy barátjának. Szeretem Párizst, mert ebben a nyüzsgésben senki sem vesz észre. Nem mutogatnak rám, ha arra megyek. A lombárdok új francia nyelvű változatának címe Jeruzsálem lett. A bemutató a párizsi operában volt, de nem aratott sikert. 6 hónap telt el, és Verdi még mindig Párizsban van. Karácsony, új év, nem mozdul Párizsból, Giuseppina maga mellett tartja. Giuseppina, írtam Signor Barezzinek. Barezzi Itáliát jelentette, Bussétót. Vajon hiányzott Verdinek Bussétó? Lehet, hogy honvágya volt. Én meghívtam hozzánk Párizsba, és ő igent mondott. Hát az Ernani, 4. felvonás első kép. A bál a zaragózai Don Giovanni házában. Bravo! Giuseppina ragyogott. Ezen az estén Barezzi előtt is hivatalossá vált kapcsolata Verdivel. Az, hogy együtt élnek egy közös otthonban. És ez micsoda? Az Attila. Ó, mennyei hajnal, Isten dicsősége! Bravo! Na és ez? Csak egy levél maradt fenn erről a találkozásról, amelyben Barezzi Bussétóba hazaérve megköszöni a fogadtatást. De nem kétséges, hogy Giuseppina minden vonzerejét latba vetette, és ez nem volt kevés, hogy megnyerje Barezzit.
Ernáni elrabolt. Az Ernáni, ugye? Csodálatos. Még a szöveget is. Lássuk, ezt ismeri-e? Tu sei bella, tu sei bella, pazzarella che vuoi tu. A Giovanna d'Arcóból van, az ördögök kórusa. És Barezzi. Ő elfogadta Verdi új kapcsolatát, és hagyta, hogy meghódítsák. Ravasz vidéki kereskedő lévén megtalálta a maga eszközeit, hogy visszacsábítsa Verdit Busszétóba. Gyújtsd meg! Betettem a szekreterbe, így semmi sincs biztonságban. Ebben minden benne van. A hely neve Santa Agata. Egy kőhajításra Busszétótól. Nézz ide! Nézd meg a térképet! Ott van. A környék szép és megművelt. A tulajdonosa Merli, de eladja, sürgősen. 70 000 lira. Úristen, egy egész vagyon. No, de 350 hold, megéri. 350 hold? 350 pármai hold. Az már a fél megye. Ugyan, mit beszélsz? Nézz ide. Az körülbelül 260 hektár. Gyönyörű birtok. Szőlő, búza, lábasjószág és az Ongina folyó, mindenütt vízbőség. Ház, hordók, amit csak kell hozzá. Barezzi jól ismerte Verdit. Egy, kettő, a paraszti ösztöneire játszott. Négy, öt, hat. Ez esetben végleg letelepednék Busszétóban. Eladhatod, amikor akarod. Szényor Antonio, aki parasztnak született, nem ad el földet. Csak vesz. Jó, szényor Antonio, hagyja ezt nálam, és majd gondolkodom rajta. Be kell fejeznem ezt a kalózt. Fáradt is vagyok, de még meggondolom. Majd, ha Busszétóba megyek. Mikor fogsz te Busszétóba jönni? Megyek. Megyek. Talán hamarabb is, mint hinné. Valóban. Köszönöm a kedvességét. Hogy törődik velem. Ahogy mindig is tette. Oh. Ezt őrizze inkább ön. Egyelőre ne szóljunk Signora Giuseppinának. Ahogy gondolod. Ha minden jól megy, Busszétóba megyek szerződni. Hát, igen. Jó ét. Jó ét. Jó utazás! Köszönöm! Giuseppina, Giuseppina. Köszönöm. Au revoir, Signora Barezzi. Jöjjön el máskor is! Hogyne! Barezzi bizonytalan lélekkel indult haza. Verdi ugyan ígéretet tett, de arról nem szólt, hogy mikor jönne vissza Busszétóba. Viszlát, Verdi! És Verdi nem nagyon sietett visszatérni, de... Verdi, lövéseket hallok! Mi igen, rossz? Lövöldöznek. Na de, mi történik? Nem tudom. Csukd be, ez veszélyes! Ne, hallani akarom. Valamit kiabálnak. Párizsban 1848-ban megindult a felkelés, amely a II. Francia köztársaság megalakulásához vezetett. Csukjuk be! Ne, lejjebb! De forradalmak rázták meg szinte egész Európát. A felkelés okait nehéz lenne néhány szóban összefoglalni. Minden esetre az események jelentős hatással voltak Verdire, hiszen a kor, amelyben élünk, meghatároz bennünket is. A megkövesedett osztrák birodalom által uralt Európa politikai berendezkedése majd 3 évtizeden át ugyanolyan maradt, mint ahogyan azt 1814-ben Napóleon bukása után kialakították. Eközben az ipar és a kapitalizmus megerősödött,
az egyes nemzeteket egyre több vasútvonal kötötte össze. Istenem! Gyere! Európa változás előtt állt, és már nem lehetett visszafordulni. A forradalom Párizsból egész Európára szétterjedt. Itáliában először Milánó kelt fel, azután Velence. Ezen a területen csak néhány osztrák csapat tartózkodott, ideértve még a Velence környékieket is. De Milánó helyőrsége 14 ezer főt számlált, és a lombardiai régióban a számuk meghaladta a 70 ezret is. Őket Greppiék adták. Van új hír? Nincs. Most elmegyek a kórházba, megtudni, hogy alakulnak a dolgok. Ha bármi kellene, csak szóljanak a szobalánynak. A kórházba megy? Folytassák. A kalapja, grófnő. Ah, köszönöm. Márta? Jövök, jövök. Ezeket a pólyákat már viheted. Mondd, hogy óvatosan használják, mert könnyen felfestik. Igen, az Angela, mindent rád bízok. Tégy belátásod szerint. Én most megyek a kórházba, és ne feledd, ha bármi kellene, csak szólj. Kötszel kell! A doktor mondta, hogy kell még grózni. A Castiglione család küldött még lepedőt. Honnan van nekik ennyi? Újabb lepedők a Castiglione családtól. Vigyed, kedves, vigyed! Öt nap kemény küzdelem után, 1848. március 23-án. Milánó felszabadult. Velence, ahol szintén felkelt a nép és elfoglalta az arzenált, már egy hete szabad volt. Ezek a hírek kimozdították Verdit Párizsból. És azután? Azután megsebesültem. Kaptam egy golyót ide a karomba. Na de semmiség! Nem teljesen biztos, mert nagy volt a füst, meg a hangzavar, de leszettem hármat, talán négyet is. Ebben az időben Verdi ezt írta a barátjának. Ha most látna, nem ismerne rám. Szinte megrészegültem a boldogságtól. Képzelje csak el, Milánó megszabadult az osztrákoktól. Hogy kinek írta ezt Verdi? Piavénak, Velencébe, és így folytatta. Valóban azt hitte, hogy Párizsban maradok, még Milánóban forradalom van. Azonnal hazaindultam, de már csak romjait láthattam ezeknek az elképesztő barikádoknak. Gondolja el, több mint 1600 barikád van.
pallók, meg bútorok, székek, még egy komód is, a kerek lyukakkal. Dicsősége lánglelkű embereknek, egész Itáliának, mely megmutatta igazi nagyságát. Eljött a szabadság ideje. A nép döntött így. Mert ha a nép megmozdul, nincs olyan erő, ami ellenálljon neki. Ha pár hónapig kitartunk, Itália egyesül. Szabad, demokratikus nemzet lesz. Hogy is lehetne másként? Levelében zenéről ír. Gondolja, hogy most ez foglalkoztat? Egy dal. Csak egy. Egyetlen zene létezik, ami örömet okozhat Itália népének 1848-ban. Az ágyúdörgés muzsikája. És így folytatja, a világ minden kincséért sem fognék semmi másba. Nem fognék semmi másba. Valójában tele van lelkesítő, forradalmi témájú tervekkel. Egy libretto a fieszkik összeesküvéséről. A szicíliai vecsernye vagy a Virginia, de mindenek előtt a Legnanói csata. A Legnanói csata, amelyben a győzelmes itáliai seregek együttes erővel kiűzték az országból Barbarossa császárt. Legnanóban úgy volt, sok hősünk elveszett, menekült Barbarossa, s a népünk szabad lett. Itália és az olaszok, Lombardia, ez volt a hazája, ide tartozott. Ott kell élnie és dolgoznia, nem Franciaországban, nem Párizsban. Sant'Agata falujától az Ongina folyóig, és Vidalenzo városáig. Nos, ez mondjuk 350 hold. Hogyha a holdban méri, akkor igen, pontosan. Itáliai látogatása rövid volt, de azért elment Busszétóba és megvette a birtokot Sant'Agatán. Kérem, írja alá. Uh-huh. Egy pillanat. Oh. Még egy lapot. Itt kész van a korrektúra, a második cikk. Rendben. Egyszerű, csak tartsd itt. Mehet. Jó lesz. Várjál. Még Mazzini, az olasz egység egyik atya is Milánóba érkezett. Nézzük csak. Itália a népé. Olvasható. Ssss, várjatok csak. Nézzetek ide. Mi a baj, uram? Ennek itt többes számban kell lennie. Maestro! Mazzini a köztársaság híve volt. Clara Maffei szalonjában... Örülök, hogy eljött. Főként republikánusok jártak, akik istenítették Mazzinit. Hozzanak még papírt, és indulhat a nyomtatás. Tehát vállalja? Igen, hogyne. Remek. Meggyőződésem, hogy csak is ön írhatja meg nemzeti himnuszunkat. A szöveg már mellié. Ah. Gyűjtsön össze minket az a közös zászló. Fogjunk össze, már az óra üt. Emeljük hát fel. Ah. Verdi visszatért Párizsba, de Itáliából hamarosan egyre hihetetlenebb, egyre rosszabb hírek érkeztek. A hősies felkelés öt napja alatt a milánóiak ugyan kiűzték az osztrákokat a városból, de ahhoz, hogy az osztrák sereg kivonuljon Lombardiából és Velencéből, több kellett. Fogjunk össze, az óra üt. Egy hadsereg legyőzéséhez egy másik sereg kell. Ezért a milánóiak Itália egyetlen felfegyverzett államához, Piemonthoz fordultak. De a háború rosszul alakult, nagyon rosszul. Verdi! Jöjjön. Köszönöm. Ó, oh, Gargano, micsoda meglepetés, jöjjön. Úgy örülök, hogy látom. Parancsoljon. Igen, foglaljon helyet. Nos, mi újság Itáliában? Ricordia minap azt írta, hogy az osztrákok... Megtámadtak minket és a piemonti helyőrséget. Ó, oh, végső csapás? Csak nem. Ha, és mi hozta ide Párizsba? Az ideiglenes kormány küldött ide Ferrari, Gonzágát és engem, hogy próbáljunk segítséget kérni a franciáktól.
Közvetlenül Louis Napóleon Bonapartéhoz fordulunk, hogy segítsen megvédeni Milánót. Szeretném, ha ön is aláírná, hiszen a franciák jól ismerik. Hogyne, hogyne. Egy tollat, Giuseppina, kérlek. Most hol vannak az osztrákok? Már majdnem Milánóban. Valójában már bent voltak a városban. Clara Maffei, Múció és sok más hazafi gazdagok és szegények, nemesek és közemberek számüzetésbe kényszerültek. Az elnéptelenedett Milánót megszállók birtokolták. A remény, hogy Itália lakói egy nemzetté lesznek, szerte foszlott. Az osztrákok ismét elfoglalták Lombardiát, és kormányzásuk keményebb volt, mint valaha. A következő 10 év a várakozás hosszú, szomorú időszaka volt. 10 türelmes, munkával eltöltött hosszú év a szabadulás felé vezető úton. De a szabadság iránti első lelkesedés, az a lázas akarás, amely Verdi muzsikájában találta meg a hangját. Azt a dacos, néha kihívó, sőt néha közönséges hangot is, amely a tömegekhez szólt. Ez az első nagy mozgalom véget ért. Helyét átvette a diplomácia, az óvatos egyezkedés, a politikai szövetségek keresése. Verdi hangja is megváltozott. Már nem volt olyan harcias, elgondolkodóbb, humánusabb lett. Nem írt annyi nagy, felriasztó, mozgósító kórust. A zene az egyes emberről, férfiakról és nőkről mesélt. A következő év, 1849. augusztusában Verdi végleg visszatért Itáliába. Giuseppina is hazatért vele. Hogy lehet ilyen hideg augusztusban? A hágón vagyunk. A túloldalon van Itália. Ott melegebb lesz. Legalább együtt leszünk. Ez megbecsülendő. A visszatérésükbe kis melankólia vegyült. Elszálltak az évek. Mire elhatározták, hogy együtt élnek, már nem is voltak annyira fiatalok. Verdi 36, Giuseppina 34 éves volt. Beköltöztek a Palazzo Cavalliba, amelyet Verdi 5 évvel korábban vett meg. Megjelenésük azonnal irigységet és pletykákat gerjesztett a kisváros szűk látókörű lakói közt. Itt vagyok! Már jövök is! Antonio, végre megjött. Isten hozta a szinyor Giuseppe. Lassan. Asszonyom. Antonio, miért bámulsz? Vedd le a szinyóra csomagjait. Igen, persze. Faragatlan fickók. Attól tartok... Ugyan semmi baj. Gyönyörű ez a hely. Ezek szerint az asszonyság is itt maradt? Nem tudom. Hé, olyan össze is házasodtak? Nem mondok semmit. Ó! Oh! 6 koffer! 6 koffer! Milyen tágas! Milyen gyönyörű! Képzeld, a szüleim néhány napja még itt voltak. Most már Santa Catán vannak. Azt hiszem, ott jobb nekik. Ez nem egy ház, ez egy palota. Asszonyom. És ez a fogadóterem. A palota a Cavalli gróf tulajdona volt. De mik ezek itt? Giulia! Giulia! Jövök már, jövök! Ó!
Isten hozta, maestro. Köszönöm, de mégis mik ezek a ládák itt? Az a szüleinek a holmia. Ah. Igen, Signor Carlo és Signora Luisa mondták, hogy értük jönnek. Ah. Azonnal elutaztak Santa Gátára, hogy átadják a maestrónak a házat. Értem. Nos, vidd ezeket le. A Signora csomagjait meg a szobáját. Melyik szoba lesz az övé? Amit előkészítettünk a számára odafent. A szobát. A ház előkészítésére Verdi először egyedül jött Busszétóba. Giuseppina közben Firenzében időzött. És itt a budoár, hogy mindig gyönyörű légy. Ó, oh, Verdi! Te mit állsz ott? Menj már! Ó, oh, már is! A kiszolgálás még nem a legtökéletesebb. Sajnálom, de... Ha megengeded, majd gondoskodom róla. Meglátjuk. Tán házasok? Vagy hogy? Nem tudom. De hogy beszélnek? Csak az biztos, hogy az asszony Verdinek szólítja. Ah. Én lemegyek. Van kívánságod? Igen. Ó, és mi? Úgy értem, ugye Busszétóban marad időnk másra is. Hm? Gyere vissza hamar. Giuseppina azért ment Firenzébe, hogy a kisfiát Camillinót elhelyezze egy iskolában. Camillino ekkor 10-11 éves volt. Talán megfordult a fejében, hogy a gyermekei velük élhetnének. De ezt nem kérhette Verditől. Már az, hogy házasság nélkül nyíltan együtt élnek, hihetetlen merészségnek bizonyult. Hogy még törvénytelen gyermekek is legyenek velük, az lehetetlen volt. Az 1850-es évek társadalmának kegyetlen törvényei nem engedélyezték. Sem ő, sem Verdi nem tudott kitérni előlük, és különösen nem ebben a vidéki kisvárosban. Dominus Bobiscu. Et cum spiritu tuo. Oremus. Libera nos fuerus. Intercedem beata gloriosa semper virgini Dei genitrici di Maria, cum beatis apostolis tuis Pietro e Paolo, atque Andrea te donni vos santos. Látod őt? Ne fordulj meg, ott van mögöttem. Egyedül ül. Persze, mit képzelsz, ki ül oda mellé? Hová megy az a Barezzi? Ne mondd! Képes oda menni, hogy nem szégyeli magát. És letérdelni mellette. Ez furcsa. Nem hiszem el, Margarita apja. Barezzi, ez hallatlan. Ki? Az énekesnő. Strepponi. Sst. Igazán ortátlan egy nő személy. Szegény Margarita. Margarita. Igazán szerette őt, szegénykém. De most már csak szégyentelen, de mit is várjunk egy énekesnőtől? Nincs is kalapja. Csak egy fátyol, és nincsenek is megesküdve. A szobalánya mondta, hogy egy szobában alszanak. Dominus Bobis. Et cum spiritu tuo. Vite misa est. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sanctus. Thank you.
Ha megengedi, hazakísérem. Nem, Signor Antonio. Nincs messze a ház. Jobb, ha egyedül megyek. Hallottad, hogy nevezte a ház? A ház asszonya? Itt jön mögöttünk. Béda ez a lány. Mit csinálsz? Összeházasodtak? Még mindig szép, nem? Azért fog a templomba, hogy mutogassanak ezt. Azt hallottam, gyereke is van valaki másról. Mennyire én tudom kérdezni? Ki az apa? Minek hozta ide Buszétóba? Csak azért tanulhatott, mert a város támogatta. Pénzzel mindent megkapsz, földet, házat, asszonyokat. Törvénytelen gyerekekkel, a nagy pocakjával. Azt mondják. Nincs szükség ilyenekre Buszétóban. Gyere, hallgasd! Épp most fejeztem be. Hogy tetszik? És hogy érzed magad ebben a csúf kis Buszétóban? Hm? Én csodálatosan. Boldog vagy? Nagyon. Tényleg? Nagyon boldog, igen. Thank you.
Luisa Miller Schiller Ármány és Szerelem című drámáján alapult. Verdi a nápolyi San Carlo Opera ház számára komponálta. Igen, tudom, hogy a színház épp az akusztikájáról híres. 1849. októberében Verdi Nápolyba ment az opera bemutatására. Talán a zenekar elhelyezése. Verdi, ahogy korábban Firenzébe, meghívta Barezzit Nápolyba. Az akusztika tökéletes. Signor Antonio, nézze csak. Fontos volt neki a jóváhagyása, és meg akarta köszönni azt is, hogy olyan kedvesen fogadta Giuseppinát. Erről a nápolyi utazásról Barezzi részletes naplót vezetett, amelyet ma is olvashatunk. Október 3-án reggel 7-kor indultunk el, és október 27-én délután 5 órakor érkeztünk Nápolyba. Eszerint az út Busszétótól Nápolyig abban az időben 25 napig tartott. 28-án megláthattam a San Carlo Operaházat, ahol Verdi Luisa Millerét bemutatják. Ó, maestro! Isten hozta! Köszönöm, Antonio! Minden rendben? Verdi! Tökéletesen, maestro. Giuseppina! Verdi! Ebédidőre vártalak, hamarabb jöttél. Na és veled mi van? Hogy kint jársz ilyenkor? Elmentem misére. Miért ilyenkorán? Így nem találkozom senkivel. Nyugalmasabb. És a te Luisát? Képzeld, Barezzi, amint hazaért, azt kérdezte, elküldted-e nekem a kritikákat Nápolyból. Ez szerint találkoztál Barezzivel? Igen, vele igen. És senki mással? Nem, otthon voltam. Jól érzem magam ebben a házban. Az otthonunkban. Átalakítottam néhány dolgot. Sok minden jobban kéznél van most. Valóban? Igen, maestro. Sokkal kellemesebb. Úgy védekeztek a Busszétóban makacsul terjedő pletykák ellen, hogy egyre jobban bezárkóztak ebbe a nagy és kissé kietlen házba, amelyet Giuseppina igyekezett kicsit vidámabbá tenni. Ebben az önkéntes számüzetésben Verdi ismét lázas munkába kezdett. Volt egy felkérése a nápolyi operaháztól és egy a velencei La Fenicétől. Ricordival is leszerződött egy Triestben bemutatandó operára. De ezeken kívül is volt saját terve. Egy librettó, ami Shakespeare Lear királyán alapult. Ezt az operát sajnos sosem készítette el. A Lear király, mint tudjuk, egy apa története, és az apa figurája mindig erősen foglalkoztatta Verdi képzeletét. Az idős Lear a lányainak adja a királyságát, akik gonosz hálátlansággal bánnak el vele, kikergetve apjukat a viharba. Az otthontalan, félig már eszét vesztett öreg király egyedül bolyong a hidegben. Bőgj, ahogy bírsz, húj zápor! Tűz! Akágy! Tűz, zápor, villám, szél nem lányaim! Titeket én nem vádollak elemek kegyetlenséggel. Nektek nem adtam országot. Hittalak lányaimnak. Sokféleképpen magyarázhatjuk, hogy Verdi operáiban miért olyan gyakoriak az apafigurák. Az egyik ok lehet a gyermekeinek elvesztése. De közrejátszhat saját apja agresszív, erőszakos karaktere, amely annyira meghatározta a gyermekkorát. Konfliktusai az apjával abból is adódhattak, hogy jellemük e szempontból sok hasonlóságot mutatott. Lehet, hogy szerepe volt a második apja jótevője és barátja Barezzi hatásának is. Valószínű, hogy ezek az elemek kapcsolódtak össze Verdi képzeletében egyetlen erős, védelmező, de indulatos alakká. Operáiban ez az apa újra és újra feltűnik. A legmegrázóbb apafigura a lányai hálátlanságába beleőrülő Lear, de az, akit Verdi végül életre keltett, Rigoletto lett. A tragikus sorsú udvari bolond, akitől elrabolják a lányát, mert miközben Verdi Lear királyon tűnődött, megszületett Rigoletto. Soyez maudits tous deux. Qui que te soit valait la langue de Vipère, qui fait riser ainsi de la douleur d'un père. Sois maudit. Az alap Victor Hugo műve volt. A Le Roi Salus, a király mulat. Miért átkozódik? Hadd nézem. Soyez maudits tous deux. Qui que te soit valait la langue de Vipère. Kik nevettek egy apa fájdalmán. Legyetek átkozottak. Olvasd innen. Söveyama modi. Olyan jól megtanultál franciául. Miért nem te olvasol? Nem. Míg olvasol, én gondolkodom rajta. Söveyama modi. Orage être bouffon. Orage être bouffon. Az a vém megátkozott. Mi őrjítő. Bolondnak lenni, púposnak, nyomoréknak. Torsznak. Ha! Minő téma! Minő karakter!
Az apa, a bolond, a púpos, a torz. Igen, csak hogy betiltották. Hogyan? Párizsban betiltották, nem tudtad? Az első előadás után. De az már 20 éve volt. Igen, azt mondták erkölcstelen. Erkölcstelen? Ostobák! Erkölcstelen! A bolond. Hogy is hívják? Tribulé vagy Tribuletto? Rigulettót eredetileg Tribulénak egy hívták, szegény, ami púpos. Szomorúságot jelent. Egy udvari bolond, akinek minden nap meg kell nevettetnie a királyt. Egy élvhajhász, libertírus királyt. Természetes, hogy gonoszá lesz. Nem az ő hibája, nyomorék létéből adódik. És abból, hogy szórakoztatnia kell a királyt. Ki ifjú, önhitt és hódító. És segíteni a csábításban. Ő aztán el is csábítja egy öregember lányát, aki képtelen szembeszállni a király hatalmával. De megátkozza a bolondot, a hitvány tanácsadót. Az átok, mit a fejére szór. Ez az, ez lenne az igazi cím, az átok. És tudjuk, hogy Tribolettónak is van egy lánya. Egy gyönyörű lány. Akit elrejtve nevel egy házban. És bár gonosz mindenki mással, mégis szerető, gondos apja annak az egyetlen nőnek, aki gyöngétséget mutat iránta. Nos, az öregember átka így éri el a bolondot a lányán át. A király elcsábítja őt. A lányát. A bolond már csak egyetlen dolgot forgat a fejében itt. Megölni a királyt. Vagy megöletni őt. De akaratlanul a saját lányát öleti meg. És beteljesedik az átok. Mi ebben az erkölcstelen? Verdi lelkesen látott munkához. A bemutatóról megállapodott a velencei La Fenice operaházzal. Hogy is van a király dala? Az a pávatánc. Olvasd csak. Souvent femme variée, bien folle qui suffit. Une femme souvent n'est qu'une plume avant. Az asszony változik. Ingatag. La donna cambia. E mobile come piuma al vento. Busszétóba rendelte Piavét. Ez itt a szobája. Ez itt az ágya, és itt az éjjeli szekrényen a király mulat Victor Hugótól. Ebédre vagy vacsorára azért kimehetek? Miközben Piave szigorú felügyelet mellett rímeket faragott, Verdi szintén alkotott. De ez nem azt jelentette, hogy már is neki fog a komponálásnak. Előbb csak tűnődött róla, forgatta magában hosszú-hosszú ideig. Ne feledj el, csak röviden. Amíg rá nem talált arra, amit zenei árnyalatnak nevezett, a muzsika meghatározó színére. Verdi minden operájában érezhetjük ezt az összetéveszthetetlen egyedi vonást. Eközben látszólag más dolgokkal foglalkozott. Például a 3 évvel korábban megvásárolt jelentős birtokával Szent Agatán, ahol ekkora szülei éltek. Signora Luisa, még 2 tojás. Hús! Carlo Verdi kezelte a pénzügyeket, de a fia szerint elég pontatlanul. Tessék, ezekben a tojásokban bízhatsz. Itt mindenben megbízhatsz. Tehát a zene belülről született meg. Azután csak pár nap kellett hozzá, hogy papírra vesse. Verdi. Még dolgozol? Nem marad sokáig. Jó ét, kedvesem.
Az udvaroncok elrabolják a bolond lányát, és átadják a királynak. A jelenetben Triboletto lányát keresve izgatottan járatja körül a tekintetét. És énekel, hogy leplezze izgalmát. Énekel, hogy leplezze izgalmát. A lányát elrabolták. Gyanakszik az udvaroncokra, de biztosat nem tud. Ezért énekel. Gondolom, Maestro Verdivel személyesen fogjuk megbeszélni. Na de, hogy módosítsuk? Úgy értem, mi a kifogás? A kifogás itt van a cenzúra bizottság levelében. A hadikormányzó úr, ő excellenciája, Gorszkovszki lovag megdöbbent, hogy Piave költő úr és a nagyra becsült Maestro Verdi nem találtak alkalmasabb tárgyat tehetségük számára, nem említve a nyilvánvaló erkölcstelenséget, mint egy ilyen méltatlan és együgyű szöveget, mint Piave librettója, az átok. De ha esetleg átírnánk néhány helyen? A király nem lehet aljas, és alattvalóinak nem lehet semmi okuk vagy indokuk, hogy merényletet tervezzenek ellene. Akkor sem, ha megbecstelenti a púpos lányát. Ugyan, Piave, a király nem becsteleníti meg a lányt, ha igénybe veszi. Ő megtiszteli. Valóban mi nemes? Nem lehet a király. Legyen egy nemes ember, egy katona, gazdag, de azért mégsem libertinus. Nem lehet szent. Akkor nem rabolnál a lány Tribolettótól. És ez a Triboletto. Nyílt utalás a szenvedésre, amivel minden kínját a királyra hárítaná. Nem, felejts el. Triboletto? Muszáj neki ennyire szörnyűnek, nyomoréknak lennie? Miért állítunk a közönség elé egy ilyen deformált, visszataszító figurát? Ma már ezek a megjegyzések hihetetlennek, abszurdnak tűnnek. Ne legyen király, sem Triboletto, sem Púp. Sem zsák. Hogyan? Az a zsák. Belepakolja azt a haldokló, szerencsétlen ifjú lányt egy zsákba, mintha lemészárolták volna, micsoda rettenetes, gyomorforgató ötlet. Ön szerint itthon van? Egészen biztosan. Marotta! A maestro! Isten hozta. Üdvözlöm, Brenna. Egy kicsit át kell alakítani a dolgot, de megoldjuk. Maga a császári intendáns, Martello is azt mondta, tudom, hogy bízhatom Verdiben. Valóban? Megadjuk. Hogy van a családja, maestro?
Ó, sajnálom, nem tudom elszállásolni. Édesanyám velünk lakik most. Ő kapta a szobáját. Ó, van szoba a közelben, szomszédok leszünk. Jöjjenek. Velük van az édesanyja. Jobban mondva, velük lakik, ahogy Verdi mondta. Nem kell nekik a csúf és púpos Triboletto. Egy csúf, púpos énekel, miért is ne? Az én számomra éppen ez a szép benne. Mutatni egy nyomorult, torz és nevetséges lényt, aki szenvedélyes, képes szeretni. Remek. Ennyi? Én pontosan ezért választottam ezt a témát. Ha elutasítják, akkor elutasítják a zenémet. Ez világos. A dallamaim szépek vagy csúnyák, de sosem véletlenül olyanok. Én arra törekszem, hogy legyen... karakterük. Elkészítettek egy megengedőbb vázlatot az igényekhez igazítva, az Átok librettóját, aminek a címe Rigoletto lett. Rigoletto? Rigoletto? Tehát már nem Triboletto, hanem... Rigoletto. Rigoletto? Rigoletto. A munkázó. Ronciálo a Rigolé, kuncog. Igen, Rigoletto. Rigoletto. Rigoletto! A királyból herceg lett. A mantovai herceg. Egy szabados, egy Don Juan. Úgy, úgy. Közönös. Felelőtlen. Diana, Agnese, Irmi Parisono. Minek ez a sok név? Diana, Agnese, amikor azt is mondhatja, hogy egyik vagy másik. Furcsa módon épp a cenzúra beavatkozása révén találtak rá az opera ideális helyszínére, Itáliára. Párizsból Mantova lett, a Gonzaga kastélya a Palazzo T. La costanza tiranna del cuore detestiamo quel morbo crudele. Soldi vuole, si servi fedele. Amor no no, se non v'è libertà. De mariti il geloso furore, degli amanti la Spagna derido. Ez a nyitott és csillogó tér nagyon is illik a zenéhez, ami a herceget jellemzi. A vidám, önző, fényözön tökéletes ellentétben áll Rigoletto sötét, zárt világával. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Sempre una mobile, leggiadro viso, il pianto e il riso è menzognero. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento. És Gilda háza sem egy kis párizsi sikátorban van, hanem egy kisvárosi utcában, néma falak védelmében. Mögöttük énekel a lány, akit az apja féltékeny, zsarnoki szeretete zárt ebbe a börtönbe. Oh.
és a Szajnából Mincsó lett, avagy Verdi szomorú, melankólikus pófolyója. Partjai közt a vihar sem az elemek romantikus tombolása. Hirtelen támadó nyári zivatar, amint lecsap a Pó völgyére. Verdi azzal az egyszerűséggel és visszafogottsággal ábrázolja, ami a nagy művészet sajátja. Néhány bajós akkord, láthatatlan kórus mormogása. E kórus lehet a szél, de egy magányos lélek panasza is. Verdi nem a vihar hangjait akarta utánozni, hanem az érzetét akarta felkelteni. Na, és a zsák. Ezt az engedményt egyáltalán nem tudom megadni. E szerint folytassák a munkát. A zsák kell. Beveszik a zsákot. Verdi édesanyja nem csak a karácsony miatt látogatta meg őket. Komolyabb oka volt. Megpróbált békét teremteni Verdi és az apja közt. A kapcsolat feszültségének egyetlen oka volt az apa patriarchális magatartása. Az, amit a családról és benne az apa helyéről tartott. Gondolom, akár el is veheti. Elveszi. Kit? Előfordulhat. Az énekesnőt? Strepponit? Miért ne? Ha nem lesz gyermekük, kire száll majd mindez? Az asszony gyerekére. Úgy érted, a gyerekeire. Kettő van neki. Ez nem fordulhat elő, mert itt én intézem az ügyeket. Ismerem jól a nőket. Azt hiszitek, rászedhetnek? Ugyan már. A szóbeszéd terjedt, és Verdi azonnal cselekedett. Tisztelt Balestra, közjegyző úr! Tudomásomra jutott, hogy apám oly színben tünteti fel magát, mint aki vagyoni ügyeim intézője. Tünteti fel? Mit jelent, hogy tünteti fel? Azt, hogy e szerint jár el. Olvashatom? Tessék. Ezért, jelen levelemmel, minden üzleti ügyemre és lakhelyemre nézve különválok apámtól, és kijelentem, hogy Carlo és Giuseppe Verdi egymástól függetlenek. Luisa, Luisa! Gyere, gyere! Kaptunk egy kedves levelet a buszétói közjegyzőtől. Gyere, hallgass meg, mit ír nekünk a fiunk. Signor Verdi, van itt még valami. Olvassa. Egy bizonyos Pigadelle Roncole írt nekem egy 23 frankos adósságról, amellyel apám tartozik. Fizesse ki. De szükséges, hogy apám ténylegesen elfogadja az ajánlott feltételeket. Különben Velencéből visszatérve... Várjon! Gyere csak! Verdi épp ekkor ment Velencébe, hogy felügyelje a Rigoletto színpadra állítását. Olvasson, hadd hallja a felesége, milyen dolgokat ír a fiam. Egy bizonyos Pigadelle Roncole... Ezt, hanem a folytatást. Különben Velencéből visszatérve... Igen. Különben Velencéből visszatérve, ha a szétválasztás nem történik meg, kénytelen lennék egy sor keményebb és udvariatlanabb lépést megtenni. Hallottad ezt? Hallottad ezt? Őszintén remélem, hogy apám megérti, miszerint elhatározásom érdekeink és lakhelyünk szétválasztására visszavonhatatlan és végleges. Hallottad? Luisa! Luisa! Hallottad, Mötyér? Verdi azt akarta, hogy hagyják el Santa Gátát, és ő a maga módján vezethesse a birtokot. Kedves Balestra közjegyző úr, sajnálattal tudatom a következőket. Amíg közös volt a birtok, biztosítottam anyám jogát a baromfi udvarhoz. Menjünk, Luigi! Várj! Természetesen ez a jog is visszaszár rám. Erre nem a bírvágy késztet, hanem mert kénytelen vagyok szüleimtől megvonni... De hiszen rendben mehetsz. Kénytelen vagyok szüleimtől megvonni minden jogot, kicsit és nagyot egyaránt. Mindent visszavesz tőlünk, szőröstül, bőröstül! Gilda! E morta! Oh, la maledizione! A Rigolettót 1851. március 11-én mutatták be Velencében. Óriási siker volt. Egy újabb győzelem.
Mi van önnel, Molin? Gyanúsa nem szól semmit. Már azt forgatja a fejében, amit a holnapi újságba ír, ugye? Ezúttal a zene, egyedül a zene aratott ilyen győzelmet. A történetben nem volt semmi patriotizmus. A zene tökéletesen fejezte ki a tragédiát. Méghozzá olyan eredeti módon, hogy a kritikusokat is zavarba ejtette. Fogalmam sincs, mit írhatnék erről a Rigolettóról. Túl sok a benyomás. Mondhatjuk. Ossza meg velünk. Nos, valóban újszerű. Na de az ének, az a gyönyörű, lírai, bel canto, italiano. Na de, szerintem hiányzik belőle. És azok az áriák, la donna immobile, és az, hogy si vendetta ter menda vendetta. Már maga a zenekar, Molly. A zenekar nem az ének. A klasszikus éneklést, csodás tradíciónkat szavamra nem hallotta. Hogy mondhatja ezt? Engedje meg akkor, hogy elmagyarázza. Igazán lekötelez vele. Lássuk. Mi is maga a zene? A zene kifejezi a szívünkben lakó érzelmeket, mert énekelünk örömünkben, bánatunkban és haragunkban, és más nem is kell kifejezni. Az operában, a hagyományos olasz operában mindig voltak áriák, románcok, pecikiúzi, zárt darabok, vagy hívjuk, ahogy akarjuk. Ezek mindegyike kifejez egy és csak is egy érzelmet. Például a tenor szerelmes a primadonnába. A tenor mindig szerelmes a primadonnába. Szereti a hölgyet, aki szereti őt. Szerelmükben énekelnek, kiéneklik az örömüket, ária. Igen. De ha a tenor rájön, mondjuk, hogy a primadonna valójában rég elvesztett nővére, borzalom és rettenetes. Igazi tragédia. Drámai ária. De a mód, ahogy rájön, a történet része is, mindössze azért kell, hogy megértsük a második ária, miért különbözik az előzőtől. Ez nem igaz zene, csak közlés, elmondja, mi történik. Minél rövidebb, annál jobb. Egy kis recitatívó, és ennyi. De Verdi remek zenét írt ezekhez az átmenetekhez is. Miért ne? Miért ne tudná a zene elmesélni? Honnan erednek az érzelmek? Ha ki tudja fejezni az érzelmeket, történetet is mesélhet. Az lehetetlen. Az nem opera, az csak színház, az dialógus. Csak tönkre teszi a zenét. Nos, az igazat megvalva, ami legjobban megragadott a ma esti előadásban, az éppen ez a dialógus volt. Igen, igen, de ez az állandó éneklés, a recitatívok helye csak húzza az időt, késlelteti az újabb áriákat. És ez a zenekarra is de áll. De új és nagyon meglepő. Meglepő, rossz ízlésű és csúf is. Ja, Istenem, még bezárnak minket a nagy vitában. Indulhatunk? Természetesen. Jöjjön, kedves. Érdekes okfejtés. Engem nem győzött meg, Molin. Valóban így volt. A forradalminak tartott Rigolettóval Verdi valami újat teremtett. Wagnerhez hasonlóan ő is zenés drámát alkotott. Szerződés tervezett egy Giuseppe és Carlo Verdi között kötendő egyességhez. Készült Bussétóban 1851. február 8-án. Akár egy mennyasszony. Kicsípted magad. Alulírod Giuseppe Verdi lelki békéjének és szülei jólétének biztosítása érdekében, akikkel a továbbiakban megszakítja az együttélést és az üzleti kapcsolatokat, a következő felajánlást teszi. Először is készpénzben fizet nekik évi 1800 új líra értékű évjáradékot, előlegként biztosítja ennek egy negyedét, valamint egy jó lovat. Ennyi volt. Hey Luigi, szép állat, eh? Luisa! Gyere, gyere! Kocsikázzunk egyet ezen a bricskán. Szép új. Ügyesen. Úgy. Amennyiben a szülők március 1-je előtt elhagyják a birtokot Szent Agatán, a fiú vállalja, hogy még egy 8-10 Napóleon aranyértékű ajándékot is ad. Yeah, yeah. A szerződés aláírása előtti időben Verdi kapcsolata az apjával sokat romlott. Kedves Balestra közjegyző úr, mélységesen sajnálom, hogy ilyen kellemetlen és fájdalmas ügybe kell bevonnom, de nem az én hibám.
Kérem, mondja meg apámnak világosan, hogy belefáradtam az állandó jelenetekbe. És hogy ezen az erőszakos módon arra kényszerít, hogy bármi áron megváljak a birtoktól és végleg elhagyjam ezt a földet. Na igen, rendben. De ezt be fogjuk keríteni, itt. A nyárfákat pedig ide tesszük, világos? Amint oda költözött Buszétóból, Verdi azonnal fák telepítésébe kezdett. Gyerünk! Fel! Miért sietette annyira Verdi a szülei elköltözését? Egy kicsit balra! Verdi! Nem kegyetlenségből, szüksége volt rá. Hogy alakul? El kellett költöznie, és főként Giuseppinát kellett elhozni. Hol fogjuk megenni, amit hoztam? Talán ott? Kiszabadítani a városi házból, amelyben rab volt, kitéve az emberek kíváncsiságának és rossz indulatának. Mi több, gonosz, névtelen leveleknek is. Te meg miért erre jössz? Ott a hátsó út. De minden sáros! Csizmát kellene húzni a lóra! Menj már! Hol a lapát? Verdi ekkor már a trubadúron dolgozott. Ha egy operában nem lennének duettek, vagy tercettek, ha az egész opera olyan lenne, hogy mondjam, mint egyetlen egység, én ezt helyesnek tartanám. Racionálisnak és helyesnek. Levelet írt Camaranónak, aki a trubadur librettóján dolgozott. Kedves Camarano, ha így folytatja tovább a trubadur librettóját, akkor nagyon elégedett leszek. Asszonyom! Mi baj van? Signora Luisa! Gyere ide! Menjünk mert a maestro. Giuseppina? Igen? Mi történt? Vidalenzóból jött hír? Igen. Én vagyok, maestro! Vidalenzóból. Ide küldték Antóniót. Azt üzenik, mivel tudod, édesanyád nincs jól, és oda kellene menned, így Antónió érted jött. Ő már is elvisz szekérrel, ha akarod. Az édesanyja meghalt, maestro! Verdi! A trubadur azucsénája egyike a néhány anyaszerepnek, amelyeket Verdinél találunk. De kétségtelenül a legjelentősebb. Nyilvánvaló, hogy azucsénát nem az édesanyjáról mintáztak, de mégis mindenki másfölé magasodó alakjába belevetített valamit, amit a férfiak csak az anyjuktól kaphatnak. A születés misztériumát, az élet és a halál titkát. A trubadur teljes egészében éjjel játszódik, árnyak közt, a zene által felidézett félhomályban. Azucsena a szó legteljesebb értelmében anya, ahogyan maga a természet az. Megölte a fiát és felnevelt egy másikat, az imádott Manrico-t, amint a természet is táplál vagy éppen éheztet. Egyszer gyengéd, óvó anya, másszor kegyetlen, megszállott, szinte eszét vesztett ősi jósnő. Jaj,
cigányasszony, a mágia beleszületett képessége. Verdi tudatosan választotta őt, és nem csak az érdekesség kedvéért, hanem mert egy ősi, irracionális néphez tartozik, kívül a történelmen és a konvenciókon. A librettót sokan zavarosnak, zavarba ejtőnek tartják. Tény, hogy nem a hideg logikára épül. Ha elfogadjuk annak, ami a természet megnyilvánulásának, akkor megérthetjük, megragadhatjuk, mint egyetlen más Verdi operát sem. Befejezésben Azucena már csak egy anya, gyenge és beteg. A fia végre kimutatja a szeretetét, de már túl késő. Túl késő, hogy megvallja azt a gyengétséget, amelynek mindig útjába állt az anya kemény természete és a fiú zárkózottsága. Mennyire bánja most már, mennyire másképp tenne, de mint legtöbbször megesik, túl késő van. Túl későn ismerte fel a szeretetet. Sweet,
1853. január 19-én a Tiberis kilépett a medréből, és elárasztotta fél Rómát. Ennek ellenére a Teatro Apollo jegyei mindegy szálig elfogytak. Verdi így írt később Clarama fejnek. Azt mondják, hogy ez az opera túl szomorú, túl sokan halnak meg. De vajon a létünk maga nem halál-e az életben? Vajon a létünk maga nem halál-e az életben? Szeretnél? Ott, azon az asztalkán. Igen. Menj oda. A medálom. Vedd el. Igen, igen, azt. Hozd ide. Itt még oly. Oly szép és ifjú voltam. A tiéd? Igen. Ez majd emlékeztet rám. Azután... De biztos találsz majd egyszer egy csinos ifjú lányt. Beleszeretsz és elveszed. Nem. Nem. De igen. El fogod venni, hisz ha szereted, akkor így lesz. Megkérdezi majd, mi ez a medál. Mondd neki, hogy egy halott lány képe, aki imádkozik érte, kettőtökért. Ne, ne beszélj így, élni fogsz, élned kell. Hidd el, meghalni semmiség. Hadd érezzelek még. A Kaméliás hölgy, az ifjabb Alexander Dumas műve, a cenzúrával való hosszú küzdelem után 1852 telén végre színpadra került Párizsban. Egy kurtizán története, aki gazdag kliensei jóvoltából luxusban él. Beleszeret egy jó családból való ifjúba. Az érzés kölcsönös. Az asszony szakít korábbi életével, hogy egyszerű életet éljen a férfi mellett. Abban a korban a tisztes polgárok szigorú társadalma nem tűrte el az ilyen változást. Az ifjú apja nem engedhette meg, hogy fia egy bukott nővel éljen. Ez botrány volt. Az apa rábeszéli a tüdőbajos Margaritet, hogy hagyja el a szerelmét. Az asszony, kinek betegségét a kétségbeesés is fokozza, hamarosan meghal. Kedvesem. De szerelmének karja közt, ki visszatért hozzá, de már későn. Én már... Mi a baj? Én már nem szenvedek. Nem érzek semmit. Sokkal könnyebben lélegzem. Sokkal könnyebben. Istenem! Margarit! Margarit! Nem! Margarit! Nem! Siker lesz! Meghatározó! Szerintem erkölcstelen. Úgy szerepeltetik őt kurtizánt. Butaság. Miért nem mondják ki, hogy prostituált? Egy kurtizánt, egy bukott nőt eddig sosem mutattak meg nyíltan a színpadon. Ön mit gondol? Csak Dumas faragatott hűsnőt egy tüdőbajos kurvával. És ami még rosszabb, a bukott nőt úgy mutatja be, mint aki erkölcsileg felette áll a kor képmutató polgárának. Leszél Manson kocsia. 1852 telén Verdi és Giuseppina megnézték a Kaméliás hölgy egyik előadását a Théâtre du Vaudeville-ben.
A szerencsétlen asszony történetében, aki egy nagy szerelem segítségével próbál megszabadulni a múltjától, Giuseppina a saját életének egy részét látta tükröződni. A bűnbánat könnyeit, a gyermekeit, egész viharos életét, mielőtt találkozott Verdivel. A darab világosan, kíméletlenül kimondta. Egy szerelmes férfi megbocsáthat, de a társadalom soha. Bármit tett is, bárhogy próbálkozott is a boldogtalan, mindegy volt. Soha többé nem állhatott fel. Az úr megbocsáthatott, de a világot ez nem érdekelte. És az igaz szerelem, amit ön iránt érzett, nem volt elegendő. Önt, madame, legyen bármilyen tiszta a fiam szemében, és az enyémben is. A társadalom mégis a múltján keresztül ítéli meg. Kiközösíti és bezárja ajtajait ön előtt. Még mindig fent vagy? Gondoltam, hát ha önnek vagy a madámnak szüksége lesz még valamire. Nem, nem, köszönöm. Menj csak, mi nyugovóra térünk. Jó ét, madám. Gyere. Mi a baj? Hm? Milyen szomorú darab. Mi gyönyörű történet. Jó ét. Figlia dell'amore. Magyar szöveg Csantavéri Júlia. Szerkesztő Fábián Noémi. Hangmérnök és vágó Takács György. Gyártásvezető Lajtai Erzsébet. Szinkronrendező Zákányi Balázs. A szinkront az MTVA megbízásából a Masterfilm Digital készítette. Produkciós vezető Borgyöngyi.